Sokan látogattak ki a piac térre szombaton. Több hónap után ugyanis újra kinyitott a szekszárdi piac. Volt, aki az ebéd összetevőit válogatta itt össze, más palántákat szerzett be a hétvégi kertészkedéshez. Nagyon örülök, mert én gyakran járok és vásárolok, úgyhogy... Miket vettél ma? Virágpalántát, és ide a gazdaboltba ugrok még fel egy-két dologért. Paradicsompalántát veszek. Csak tojást. 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 Mit csinál belőle? Gyűrni tésztát akarok. Az árusok azt mondták, sok a vevő, rengeteg árut adtak el reggel 8 órára. 20 ládát szerintem már biztos, hogy eladtunk. Tehát én nem gondoltam volna, hogy már ilyen forgalom lesz most az első nap. Ez igen. Úgyhogy nagyon örülünk neki. Mondta is a Józsi, hogyha marad esetleg 8 láda, akkor már telefonálja. Mert akkor még hoznak be. Mert most nem tudom, hogy mennyi az idő most jelenleg, de... 8 óra körül van. Még csak? Igen. Akkor még fog hozni. Tehát nagyon sok ládát eladtunk már. Én nem is gondoltam volna, hogy... De hogyha körülnézünk, akkor látjuk, hogy mennyi ember van. A vásárlókat három kapun keresztül engedték be a piac területére egy készfertőtlenítést követően. A vevőknek ajánlott a maszk használata, míg az árusoknak kötelező azt viselniük, csak úgy, mint a kesztyűt. A vásárlók azt mondják, tudtak az óvintézkedésekről. Szerintem most már ideje volt, hogy feloldják ezt a dolgot, úgyhogy... Tudtál róla, hogy miket kell viselni? Tudtam, persze. Hát, nézek tévét, internetet, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy be is tartom mindig. Tehát nem probléma ez. Tehát szerinted ezekre szükség volt? Szükség, persze, minden. Mit hozzá, hogy kinyitott végre a piac? Jó. Az első piacnapon a város polgármestere és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői is segítettek a maszkok kiosztásában. Már egyre inkább tisztázott az emberek számára az, hogy a többieket és a társadalom, tehát a körülöttünk lévő egyéneket védjük, és nem önmagunkat a maszk használatával. Felkészültek az emberek, szinte a legtöbb idősért, a legtöbb emberen maszk van. Nyilván ez azzal is összefügg, hogy a boltokban is kötelezővé tették, úgyhogy aki a szombati bevásárlást végzi, azok általában felkészültek, de még így is jönnek, akiken nincs, és örülnek, hogy kaphatnak. Elfelejtettük, mert itt már kávé is van, aztán oda tettem az asztalra, kezdtük mindent, és akkor csak gyorsan jön a busz, és akkor fölkaptuk a kosarat, azt jöttünk. A piacon reggel 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek vásárolhatnak. Átsezső azt mondta, az óvintézkedésekre, az árusok közötti távolság növelésére, az időseknek szóló idősáv kialakítására szükség volt a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében. Azért is gondoltuk, hogy jó modell lehet, mert például a szerdai napon mindenki, aki piacra szokott jönni, munka előtt jön be. Tehát 8-szor előtt fog idejönni, úgyhogy azért mondta, hogy 3 napban kell gondolkodni. Alapvetően ugye nálam is most egy doboz maszk van, és osztjuk az ideérkezőknek, illetve a fertőtlenítés is zajlik. Hála Istennek 99% az embereknek maszkkal jön, tehát az az üzenet, amit kértünk, hogy akkor maszkba jöjjenek, fertőtlenítővel jöjjenek, azt tudomásul vették, elfogadták és tájékozottak is, úgyhogy nincsenek zökkenők gyakorlatilag. Annyit szeretném még elmondani, hogy az utcai árusítást, aki a piacról árus kiment a közterületekre, nem kötelezzük azonnal, hogy visszajönnek ide a piacra, mert fokozatosan szeretnénk visszatérni a régi mederbe, de aki akar, annak természetesen visszatérést biztosítjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy zöggenőmentes átmenet lesz, mint ahogy a mai nap, az első nap is elég eseménytelenül múlik, tehát mindenki tudja, pontosan fegyelmezetten tartja a védőfelszerelést, az időpontokat. Nagyjából ezt gondoltuk a piac megnyitásáról, ez be is jött. Ugyanis a szekszárdiak eddig is fegyelmezettek voltak a vírushelyzet kezdete óta, betartották az időkorlátokat, betartották azt, hogy otthon maradjanak, hogy védőfelszereléseket használnak. Ez a piacon is természetesen érvényes. Azért lejöttem megnézni, hogy minden jól működik-e, de úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk a látottakkal és a tapasztaltakkal. A piac szerdán, pénteken és szombaton tart nyitva, csak úgy, mint korábban.